Sziasztok! Ez itt a Heti Animék Super DB Heroes-os verziója, immáron a 21. epizódjával. Beindult hát az új történetív, és már is bonyolítják a szálakat. Fontos szerepbe került az univerzum madár Toki Toki, és valami oknál fogva nagyon Gokuhoz húz. A pusztítás istenei tényleg megjelentek, és jó hír, hogy Bills tényleg komolyan akar harcolni. A GT-span társként csatlakozott a Szenó Trunkshoz, és nagyon jó viszont látni őt. A rész egy új klippes openinget is kapott, amely kísértetiesen megegyezik az utóbbi Heroes játék előzetesének a képkockáival. Ugyanúgy vannak jelen Gokuék, és ugyanúgy összeugrik Goku Bills-szel. A különleges fa szintén jelen van, illetve Korona a felnőtt formájában látható, akinek akciós jeleneteit feletté várhatjuk majd. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen erős lesz a hölgyük. A formája alapján ugyanis egy fúziós Zamasu hatalmú egyénről lehet szó. A Szenó Trunks és Pan közös együttműködése a GT-nek hajolt meg, hiszen abban a sorozatban is nagyon jól tudtak együttműködni. Pan ezúttal más hajjal látható, de az új ruhája és az egész szettje passzol hozzá. Nagy kérdés viszont, hogy jelenleg hány éves? Vajon maradt a GT szerinti kora, hogy kb. 12 éves, vagy mondjuk egy kicsit idősebb lett és 15 éves jelenleg? Azt se zárhatjuk ki, hogy teljesen felnőtt mostanra, csak alkatilag tűnik kicsinek, elvégre az öreg Pan is kicsi maradt. A másik kérdés az ereje, hogy vajon egy rátermettebb pant kapunk-e, aki akár a szuperhacos formákra is képes. Vagy maradt a régi, és csak segédként van a Szenó Trunks mellett. Mivel véletőleg a női erőt akarják majd vele kifejezni a sorozatban, szerintem az előbbi lehet az igazság. Pan több SS-i formára is képes lehet, és nagyon erősnek fogják beállítani. Korona kicsiényének a rajzolása nagyon jól sikerült, illetve a konfliktus is, hogy nem találják Toki-Toki. Trunksék el is mennek, és így ki is derült, hogy az időjárőrök egyfajta időkapun tudnak utazni. Goku és Toki Toki jelenete nagyon hatásosra sikerült, ugyanis nagyon passzol a hősünk jelleméhez az, ahogy a madárral bánt. Barátkozott vele, a madár meg úgy megcsípte váratlanul, mint amikor az Oroszlán király 2-ben Timon el akarta zavarni a madarakat. A hőseink semmit se tudnak Toki Tokiról, de azon is meglepődtek, amikor megpillantották a Szenó Trunksot. Az megszokható volt nekik, hogy több dimenzió van, és az is, hogy pont Trunks ennek az egyik központi alakja. Mert ha megnézzük, ez a Trunks pontosan olyan megjelenéssel bír, mint a szelszagás Trunks verzió. Még a hajhosszuk is egyenlő, ám a készítők is mindent megtettek azért, hogy hozni tudja a sorozat a DBZ jó ábrázolását. Trunks hajára külön figyelmet szenteltek, de a többiek is nagyon jól néztek ki. Vegitának ügyeltek az öltözékére, hogy a testéhez simul, míg Goku ruhája olyan kemény, hogy lenyomja a korábbi szettjét a Heroes sorozatban. Valóban a DB evolúciónak a dizájnját adja át, hiszen ugyanolyan szettel állunk szemben, a narancs, illetve a fekete dominál. Mindezt az utalást pedig vehetjük akár elismerésnek is a DB evolúciós Goku ruha felé. Panra sajnos nem nagyon tértek ki egyelőre a történet szerint, mintha a készítők nem akarnának kavarodást, noha a kis Pan jelenleg is létezik Gokuéknak a világában. És mivel az idősebb Pan létezik, ő a GT-s világból jött, vagy egy harmadikból a DB szerint, mint a szenósok. Van-e esély arra, hogy a GT-seket egybemossák a szenósokkal, vagy esetleg váratlanul a GT-s szereplők is fel fognak egyszer tűnni? Érdekes lenne, ha az utóbbi valósulna meg, mert így akár három Gokunk is lehetne, és a GT-s tudhatná mondjuk az SS-i ötöt. És így debütálhatna Toyotaro-nak a fanformája, ami nagyon nem lenne rossz. A pusztítás isteneinek felbukkanása a madár kivégzéséért volt, és jó, hogy mindenkire ügyeltek rajzolásban. Nem mindenki beszélt, hiszen nem nagyon lett volna kifizetődő elhívni a hangjaikat egy ilyen kis rövid játékidő miatt, de Kitty Éla, illetve Sampa hangja azért megszólalt. A Hakály pont úgy nézett ki, mint az erők nagy tornája alatt. Amikor pedig a madarunk eltüntette a Hakályt, kiderült, hogy Toki Toki hatásköre még a pusztítás istenein is túltesz. Ennek a madárnak nem harci erőben van mérve a hatalma, hanem törvénykezésben, mint a zenóknak. Tehát nem azért tudta eltüntetni a Hakályt, mert a madár ennyivel Bills fölött áll, mint ahogy például Vegeta is túltett a Hakályon az erők nagy tornája. Persze nem mindegy, hogy ki akarja éppenséggel ellőni azt a Hakályt, Bills-é pedig vélhetőleg a legerősebb lehet. Ő tűnt a főnöknek a pusztítás istenei között, és végre őt éreztetik a legerősebbnek is közülük. A hangulat ezután az istenek csatája mozit idézte, mert ugyanúgy felsorakoztak a hőseink Bills ellen. Mivel Gohan is jelen van, remélhetőleg ő is oda fog majd egy jót csapni, és jó lenne, ha most sokkal többet érne, mint annak idején Bills ellen.
Utalhatnának a DB Super mangára, vagyis Gohan olyan technikákat vethetne be, mint a mangás harcban 73-as ellen. A kék formáknak az ábrázolása nagyon jó rajzolással történt, és nagyon kemények lettek. Vegeta akkor volt spórolással csak, amikor az átváltozása után az arca kissé közepes lett, Goku viszont mesterfokon volt végig. Egészen különös volt, hogy az auráik nagysága eltért egymástól, és hát Gokué volt a nagyobb. Ez mindig azt szokta megválaszolni, hogy a nagyobb aura az erősebbé. Így jellemezték a helyzetet is annak idején a DB Superben, amikor Gohan megküzdött az apjával. Persze fájna, ha Vegeta sima kék formája kevesebb lenne Gokuénál, ám ezt erősíti az is, hogy Goku volt a vezér köztük. Nagyon komoly harca számíthatunk, ezt maga Goku is kiemelte, mert most fog visszavágni az Istenek csatája moziában történt vereségért. És ahogy neki ment Billsnek, olyan patentrajzolást kaptunk, hogy le lehet tőle blokkolni. Lehet persze, hogy Billsre előbb majd csapatos túl fognak menni, és mindenki beadhatja majd a maga erejét. De mindenképp külön harcrészt érdemelne a nagy visszavágó Goku és Bills között. Még az Ultra Ösztön is előkerülhetne, de az is jó lenne, ha a Bills is mutatna valami újat. A rész végén Fu is bejelentkezett, és ahogy nézte a spécifát, a gyökerei két külön dimenzióból nőttek ki. Lehet, hogy a fának a különböző részeit időutazásokkal termesztette ki, és ahogy ott dobog a fának a közepén valami, az is szóba kerülhet, hogy újjáélesztéssel fogunk mi találkozni. Fu vissza akar hozni valakit, aki a fából kelhet majd ki. Ezek lehetnek a szülei, Mechikabura, vagy egy eddig ismeretlen démon, aki olyan erős lehet, hogy még az angyaloknak a hátsóját is kiporolhatja. Új társaként a balsors madarát láthatjuk, aki Toki-Toki ellentétje, ez az ábrázolásban is érezhető, mert úgy fest, mint egy kárhozott halálmadár. A Dogi-Dogi névre hallgat, ami nagyon utal a Toki-Toki névre. Toki-Toki teremti a világokat, Dogi-Dogi pedig az, aki elpusztítja azokat. Billsék összekeverték a halálmadarat Toki-Tokival, mert ők nem tudják ezek szerint, hogy két madár van, és ez eléggé fura, hiszen ők elég régen élnek már. Tehát a két madár még a pusztítás isteneinél is idősebbek, ráadásul Dogi-Doginak nem is szabadna szabadnak lennie. Ki engedte el, és mi a célja vele? Vajon tényleg Fu volt az elengedő? Nagyon érdekes dolgok történnek itt, és nagyon várjuk a következő epizódot. Ha nektek is tetszett, hogy Goku ennyire bekeményített, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek mit akar Fu azzal a speciális fával? Ez volt a heti anime Super DB Heroes-os változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.